Stílszerűen szólva, óvodás és kisiskolás gyerekek vágták át a nemzeti színű szallagot a felújított, megújított kurdi játszótér ünnepélyes felavatásánál. Az idő vasfoga és a vandálok jelenléte lepusztította, tönkretette az enyészetnek induló régit, amit már nem néztek jó szemmel a helyiek. De időközben cselekedtek is. Egyedülállóan szép összefogás bontakozott ki a játszótér ügyében Kurdon. Noha egyetlen központi forrás, állami pénz sem állt rendelkezésre, a közadakozás, a polgármesteri céltartalék azonban kiinduló pont volt a változás elindításához. És ahogy megindult a munka, jöttek újabb és újabb felajánlások, hogy a játszótér még modernebb és színvonalasabb legyen. Nagyon ritka, ha nem egyedülálló, hogy mindenféle pályázat nélkül készüljön egy játszótér. 2006-ban épült az a játszótér, nagyon keveset bírt ki, pedig egy gyönyörű szép tölgyfából faragott játszótér volt. Egyszerűen kirohadtak a játszótéri elemek, egyre többet le kellett bontani, és a végén már egyedül egy csúszda maradt, amit még használni lehetett, meg néhány rugós játék maradt a régiről, és a nagyon szép faragott kerítés, aminek azért nagyon örülünk. Csak a háttérben látható fitnesspark épült egy korábban megnyert pályázat jóvoltából. A többi mind helyi erőforrás. A civil szervezetek is besegítettek, a roma önkormányzat például azzal, hogy egy kis házat vásárolt. Az egyéni természetbeni adakozás szép példája volt, amikor valaki nem csak a munkáját, szaktudását vagy a pénzét ajánlotta fel, hanem erdejéből juttatott például fát, a nemes cél érdekében. Az önkormányzat költségvetésébe folyt be a szülők támogatása is, mert azt az alapítvány átutalta oda. Így tulajdonképpen az 1,3 millió, az tehát tisztán az anyag, a játékok, tehát a vásárolt játékok, a nem adományjátékok, csak a vásárolt játékok, és a hozzávalók, tehát a szegélykő, homok, kavics, és azok az építőanyagok, amiket felhasználtunk. Az, hogy az 1,3 millió forint jelentős része lakossági támogatás, ebben a katalizátor szerepét töltötte be egy fiatal anyuka, aki nehéz anyagi helyzet ide vagy oda, már az elején bízott abban, hogy erre a célra sok embernek kinyílik a saját pénztárcája. 100%-osan bíztam abban, hogy az összefogás, a közösségnek az ereje az működni fog. Gyerekeknek a példájából vettem, beteg gyerekeknek a példáján indítottam útnak ezt az egész adománygyűjtést, hogyha egy beteg kisgyereknek 700 millió forint sikerül, akkor egy kis falunak a saját erőből, pár ezer forintból és az önkormányzattal összefogva tisztában voltam vele, hogy ez sikerülni fog. Hittem benne, és voltak olyan emberek, akik erősítettek ebben a hitben, és kérdés nélkül vittek magukkal egészen a célig, így sikerült. Ha nincs járvány, már tavasszal elkészültek volna, hisz mindenki szabad idejében, ahogy Adrián fogalmazott, gőzerővel dolgozott. Péntekenként 30-35 fő gyerekek és felnőttek együtt összefogva verejtéket, nem sajnálva, dolgoztunk a játszótéren. Kurdon volt miért és kiért összefogni, dolgozni a játszótér ügyében. Örvendetes módon egyre több fiatal házaspár a helyben maradás mellett dönt, óvodára, iskolára még inkább szükség lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent tettünk azért, hogy Kurdon jó legyen élni, és hogy vonzó legyen az emberek számára. Nagyon próbáltuk védeni az iskolánkat akkor, amikor tehát nagyon rezgett a léc. Iskolabuszt vásároltunk azért, hogy a környező településekről az ide kívánkozó gyerekek ide jöhessenek, és hogy az osztálylétszámok ne essenek nagyon le. Ugyanígy az iskola is nagyon mindent megtett azért, nemzetiségi oktatást indított, ahol az osztálylétszámok megengedték azt, hogy alacsonyabbak legyenek, de most arra úgy néz ki, hogy már nincs ilyen probléma, mert nemrégiben már az került szóba, hogy az óvodai létszámot bővítenünk kell, tehát hogy az 50 főt meghaladjuk, amire aztán sajnos főképpen költségvetési okokból nem került sor, de nagyon-nagyon az 50 fő körül vagyunk, és nem lehetetlen, hogy jövőre át fogjuk lépni. Okulva a korábbi játszótér felügyeletével kapcsolatos hibákból,
az állag megóvás elmaradásából, Kurd szabadidő parkjának is tekinthető kis ékszerdobozát, a játszóteret védeni fogják nem csak az időjárástól, hanem a hivatlan látogatóktól is.